tisztelettel köszöntöm Önöket Szarvasváros önkormányzata és Babák Mihály polgármester úr nevében. Itt állunk annál a letelepedési emlékkőnél, amelynél minden évben megemlékezünk arról, hogy 1722-ben a Felvidékről elindult néhány család a jövőbe vetett hittel azért, hogy új életet kezdjen, hogy valahol máshol kezdje el újra a családjával a jövő építését, és ezek a családok itt otthonra találtak, mi pedig utódaikként emlékezünk rájuk minden évben, tisztelgünk emlékük előtt, hiszen olyan helyet választottak maguknak, ahol mi is szeretünk élni, ahol mi is büszke szarvasiak lettünk. Ma az ünnepségünk egy hosszabb láncolat részeként fogunk koszorúzni, és ennek az ünnepségnek az elején, hogy egy kicsit hangolódjunk rá ezen a meleg nyári napon, felkérem Boronyák Gergelyt, a Cervinus Teátrum színművészét, hogy mondja el azt a verset, amit erre a napra szánt nekünk. Te milyennek látsz másokat? A város mellett az út szélén egy öreg bölcs üldögélt. Itt született a városban, azóta itt éldegélt. Városába igyekezvén arra járt egy idegen, a bölcset megszólította, s érdeklődött ridegen. Milyen népek laknak erre? Milyenek itt az emberek? Az öreg csak felnézett rá, s lassan visszakérdezett. Mondd, te vajon honnan jöttél? Hol élted az életed? Ahol laktál, hogy érezted? Milyenek az emberek? Csupa csaló, önző, lusta, igaztalan és hazug. Ezért hagytam magam mögött, s idehozott ez az út. Hát, az bizony, nem jól tetted. Elhagytad az otthonod. Ott hagytad a szülőföldet, de itt is csak azt kapod. Az emberek új galádok errefelé, mint felétek. Rossz célpontot választottál. Rosszból van itt temérdek, csupa csalót fogsz találni, önzőt, lustát, hazugot. Azt sem tudod, hogy mit mondok, Igazat vagy hazudok? És a vándor mordult egyet, sarkon fordult, s távozott. Áj, úgy látszik mindegyik város, és minden ember átkozott. Alig telt el egy fél óra, s jött egy másik utazó. Illendően köszöntötte úgy, ahogyan az való. Kíváncsi volt ő is arra, amit meg is kérdezett. Aztán mondja errefelé, milyenek az emberek? A bölcs kicsit gondolkodott. Hát, milyenek nálatok? Ha te előbb elmeséled, megjönnek a válaszok. Lám a vándor büszkén mondta, hol máig éltem életem, csupa igaz emberrel volt eddig dolgom én nekem. Mindenkinek segítenek, mindenkihez kedvesek, nagyszerű mind, egytől egyig, igazak és rendesek. Vajon itt a városodban milyen az ember és a nép, kérdezte az a bölcs öregtől. Elmeséled, ha várok még? Szerencséd van, városunkban csupa kedves ember él, szólt az öreg, s a helyiekről minden szépet elmesélt. Ugyanazt fogod találni nálunk, amit nálatok. Békésen élnek a népek, mesébe illő állapot. Vándort mindez megnyugtatta, s fütyörészve ment tovább. Csodásnak látta a világot, nem úgy, mint az ostobák. Egy helybéli ifjú ember, a bölcset ismerte rég, meghallgatva a két beszédet, szitta a bölcset ezért. Hát, öreg, csalódtam benned. Így két színű, hogyan lehetsz? Sosem hittem volna rólad, hogy bárkit így félrevezett. Bizony tévedsz, ifjú barátom, válaszolta a jó öreg. A világ szívünkben tükröződik, mindenki másképp éli meg. Kinek a szíve túl gyanakvó, nem láthat jót, helyénvalót, nem fog találni kedves embert, csakis galádot és csalót. Ám ki szívét szeretettel és jósággal tölti fel, járhat bárhol a világon, olyan emberekre lel.
Gondold meg, kedves barátom, téged kik vesznek körül? Szívedben, ha jó a válasz, örömöt kaphatsz örökül. Köszönjük szépen! Most pedig dr. Melis János címzetes főjegyző urat kérem, hogy ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt ünneplő jelenlévők, hölgyeim és uraim, kedves szarvasiak! Engedjék meg, hogy az előttünk álló, lassan két évtizede felállított emlékkő csodálatos metaforájára emlékeztessem most önöket. A kövek a városalapító telepesek ősi földjéről, a Felvidék hegyeiből érkeztek ide szarvasra. Megidézik azokat a vadbérceket, amelyeket maguk mögött hagyva indultak a kopár alföld felé, új hazát teremteni maguknak, családjaiknak. A kövek között kígyózó bronzszalag a szilajhegyi patakokat jelképezi, amelyek a síkságra érkezve kiszélesednek, szétömlenek és megtermékenyítik a pusztaságot. Ebbe a bronzba vésve olvashatjuk az első telepes családok neveit, számos tőzsgyökeres szarvasi család megtalálhatja itt ma is a gyökereket, amelyek olyan mélyen kapaszkodtak bele ebbe a földbe, hogy a mai napig szilárd alapot nyújtanak a késői leszármazottaknak. Támaszt és táptalajt, ami pedig nélkülözhetetlen a megmaradáshoz. Koszorúinkat elhelyezve emlékezzünk hát hálás szívvel a 302 éve érkezettekre, de mindazokra is, akik két kezükkel, eszükkel és tehetségükkel az elmúlt évszázadok alatt azért munkálkodtak, hogy mi, akik ma megállunk itt az emlékkő előtt, büszke szarvasinak valhassuk magunkat. Az idegenek számára pedig hirdesse ez az emlékhely, hogy itt olyan nép él, amely tiszteli a múltját, és nem feledkezik meg soha azokról, akiknek a jelenét köszönheti. Köszönöm. Thank you.